Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sportközéleti fórum. Cél egy egészségesebb nemzet. Beruházás. Közösségi házat adtak át Dombóváron. Visszatértek szeretett településeikre. Tolnai és Mözsi elszármazottak találkozója. Ki mit tud? Színvonalas rendezvényt tartottak Győrén. Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár előadást tartott a sport és az egészséges életmód érdekében folytatott eredményekről, intézkedésekről Szekszárdon. A fórum célja többek közt, hogy népszerűsítsék a testmozgást. 2010 óta nagy erőket mozgósít a kormány a sportolás, sportesemények, rendezvények támogatása érdekében. Hogy valóban egy stratégiai ágazatként szerepel a sport, és nyilván a jót könnyű megszoknia mindenkinek, de nekem volt lehetőségem még 2008-ban Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatójaként dolgozni, és akkor is volt valami rálátásom arra, hogy a sportfinanszírozás kormányzati szinten miképpen valósult meg, és ehhez képest az elmúlt 14 évben azt tapasztaltuk, hogy elképesztő sportinfrastruktúra fejlesztés valósult meg. Az elmúlt 10 évben a kisebb intézmények is hasznát vették az anyagi ráfordításnak. TTT, Tornaterem Tanúszoda Tanterem program is, amiben számolatlanul újultak meg, vagy épültek olyan új tornatermek, tantermek és tanúszodák, amelyek segítik azt, hogy a fiataloknak a mozgás igényét maximálisan ki tudják elégíteni. Ezzel összhangban szerintem egy nagyon fontos intézkedés volt össztársadalmi szempontból, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, így valóban elérhetővé válik az, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté is váljunk. Fontosnak gondolom azt is kiemelni, hogy az elmúlt 14 évben számolatlanul adtunk a legrangosabb nemzetközi sporteseményeknek otthont. Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének alelnöke beszélt a régiós helyzetről. Az elmúlt időszakban itt Tolna Vármegyében is számos beruházásunk, számos olyan fejlesztésünk volt, okos forrásokból is, ami a sportot érintette, és ezáltal hozzá tudtunk járulni mi, a Tolna Vármegyei Önkormányzat is a sport élet bővüléséhez, erősödéséhez. Azon túl, hogy terület és település fejlesztéssel foglalkozunk, van önként vállalt feladatunk is, ez pedig a közösségek fejlesztése, és nem utolsó sorban a sportközösségek és a sportegyesületeknek a támogatása és a fejlesztése. A fórum remek alkalmat biztosította arra, hogy megmutassa azt az irányt, amivel még több fejlődést lehet elérni ezen a területen. A TOP pluszos pályázatnak köszönhetően egy felújított épületet adtak át Dombóváron. A közösségi házat a helyi székelykör, valamint a Kertbarát Egyesület tagjai fogják birtokba venni. Rendezvények, taggyűlések, találkozók helyszínül fog szolgálni az intézmény. Horváth Józsefné, a dombovári székelykör elnöke pozitívnak tartja a beruházást, mivel így lehetőségük nyílik olyan programok szervezésére, amelyet más módon és helyen nem tudnának megtartani. János atya fölszenteli, és akkor utána készítettünk igazi bukovinai galuskát, tegnap este ezt megfőztük, meg süteményen megvendégeljük a vendégeket, és a kertbarátok pedig borra hozzájárulnak ehhez a rendezvényhez. Ez az első közös rendezvényünk, én úgy gondolom, hogy megalapozza a jövőbeli közös együttműködésünket. Páldi Ede, a Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, az első taggyűlésüket már megtarthatták az új épületben. Minden hónap második kedjén taggyűlést tartunk, amit eddig a művelődési házba tartottunk. Ezen általában olyan 20 és 30 fő között szokott részt venni. A teljes taglétszámunk egyébként 55 fő, majd ezeket a taggyűléseket tervezünk itt tartani. Szoktak egyéb összejöveteleink is lenni, a borhoz kapcsolódó neves ünnepeket, megünnepel Vince nap, Orbán nap, Márton nap, János nap, hál' Isten van belőlük egy jó pár, és ezen kívül is itt a lehetőség adva lesz ahhoz, hogy rendszeresebben együtt legyünk, időnként főzzünk, egy kellemesebbé tegyük az összejövetet. A borunk megvan hozzá, úgyhogy csak főzni kell valamit hozzá.
Pintér Szilárd polgármester kifejtette, az önkormányzat hosszas egyeztetés után döntött a közösségi ház felújításáról, valamint a civil szervezetek kiválasztásáról. Elkészült az Erzsébet utca 16-ben egy impozáns épület. Meg kellett volna történni tartalom, és nagyon sokan törtük a fejünket rajta, hogy kik lennének azok a partnerek, akik erre a legalkalmasabbak is. Hát mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, hiszen olyan vagyont bízunk rá most két civil szervezetre, amit mindenféleképpen csak jó gazda gondosságával lehet végrehajtani. A Székelykörre is az Kerberát Egyesületre esett a választás, hiszen ők hosszú évtizedek óta már a város civil életében ékeskednek, és megbízható emberek alkotják mindkét civil szervezetet. Az épületet a város plébánosa Hegedűs János áldotta meg. Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres kétszintes hétvégi ház Szekszárdon a Gyűszűvölgyben. Az ingatlanban felrobbant, majd elrepült egy hőhatásnak kitett gázpalack, ami 200 méterrel távolabb, mint egy 1000 négyzetméteren gyújtotta be a környezetében található avart, gyümölcsöst és szőlőtőkéket. A lángok a közeli erdőt és tanyákat veszélyeztették. A tűzesethez a szekszárdi és bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak. Két vízsugár, puttonyfecskendők és kézi szerszámok segítségével 17 tűzoltó fékezte meg a lángokat a nehezen megközelíthető helyszíneken. Szabó Csaba rendőr dandártábornok, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, és dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának dékánja együttműködési megállapodást írtak alá az egyetemi kampuszon Szekszárdon. Ennek célja, hogy egymás működését kölcsönösen segítsék, a bűnmegelőzés ügyét előmozdítsák, a társadalmi prevenciós edukációt fejleszik. A rendőrség vállalta, hogy az egyetemi kutatásokban együttműködik a hallgatókkal, továbbá az egyetemi felsőok elméleti és gyakorlati ismeret anyagainak szélesítésében is részt vállal. Kedden mutatták be a Dombóvári Művelődési Házban Erki Nagy Tibor legújabb könyvét, mely Gunaras elmúlt 50 évéről készült. A megjelenteket Müller Ádám, a Dombóvári Szolgáltató Központ igazgatója köszöntötte, ezt követően Pintér Szilárd polgármester és Őri Gábor, a Városszépítő Egyesület elnöke mondott beszédet. Erki Nagy Tibor a számára legkedvesebb fotókkal hívta fel a figyelmet, majd a jelenlévők egy 10 perces filmet láttak a kötetről. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre június 9-én 12 óráig van lehetőség. Közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az igényléshez kérelmet kell benyújtani, ez beadható online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi irodához. Tolnáról és Mözsről elszármazottak számára rendeztek találkozót a Tolna Város Napja rendezvény keretében. Az esemény alkalmat ad arra, hogy az egykori helyiek, akiknek visszahúz a szívük, hazatérjenek korábbi szeretett településeikre. A tolnai és mözsi elszármazottak találkozója 1998 óta hagyomány. Sokakat másfelé vitt az élet, akár család vagy a munka miatt, azonban az emlékek, a régi barátságok és a családtagok erős köteléket képeznek számukra Tolna és Mözs iránt. A gyökerek azok mindenkit ide kötnek. Hogyha a múltunkat, a gyökereinket elfelejtjük, akkor az nagyon nem jó. És mi ezt szeretnénk, hogy legyen egy olyan alkalom, illetve nem csak ez, hanem utána is, tehát bármilyen csatornán folytatható ez az úgymond találkozás, meg ugye itt van már ez a modern technika, hogy a Facebookon keresztül is például volt egy csoport, és itt nagyon sok mindent meg tudunk osztani egymással. Ők is kíváncsiak arra a fejlődésre, ami egy-egy év között ugye eltelt, tehát nem szabad a gyökereket elfelejteni, és ezt ezért tartjuk nagyon fontosnak. Berta Zoltán, a település alpolgármestere úgy fogalmazott, rendkívül büszkék azokra, akik Tolna hírnevét öregbítették szerte az országban. Csak néhány példát említsek, Müller Cecília tiszti orvos COVID idején nyújtott igen-igen kemény munkája szolgálta az egész országunkat, nem véletlenül kapott Tolnavárosért kitüntető díjat abban az évben, de említhetném Tóth János operatőrt is, Kossuth díjas operatőrt, városunk egyedüli Kossuth díjasát, aki operatőrként olyan technikákat alkalmazott, amit mind a mai napig a filmgyártásban, a szakmában használnak. Zengőné Séfer Emma 1976-ig élt Tolnán, itt végezte az általános iskolát, majd itt is dolgozott. Életútja aztán a családalapítás kapcsán egészen Pécsig vezetett. Maradtak itteni szálak, de azt mondta, hogy az édesanyám itt maradt, a nővérem családja,
És hát amikor csak tehettük, akkor hát fogtuk a gyerekeket, csupsz be a kocsiba, jöttünk egy jó halászlére, na természetesen, ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy elég gyakran jártunk ide. Lampák Gyula szintén Tolnán járt iskolába. Útja külföldre is elvitte, többek között például Pakisztánba, Kínába és Egyiptomba is. Mindig nagy boldogsággal tér vissza. Szenzációsan! Barátaim itt vannak, Tolnán, és ezekhez járok rendszeresen. Az elszármazottak számára különböző programokkal készültek a nap folyamán, délutántól pedig bekapcsolódtak a Tolna városnapi eseményekbe. Hamarosan befejeződik Györkönyben a szennyvízberuházás csöveinek lerakása. Az aszfaltozás előkészítés elindult. A szakemberek először a sávos kövezést végzik el, a napokban a Szabadság, majd utána a tervek szerint a Széchenyi és a többi hosszában sávozott utcában. Közel 12 000 négyzetméter szakaszon lesz aszfaltozás, úthelyreállítás. Az önkormányzat a helyiek türelmét kéri. Több mint 36 millió szavazólap készül a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak június 9-i választására. A szavazólapokat, melyek gyártására 250 tonna papírt használnak fel, a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében eltérő színű kerettel látják el. A bajnokság után a Tolna vármegyei kupát is behúzta a Bonyhád VLC labdarúgó csapata, akik a döntőben a másodosztályú Faddi esélyt győzték le semleges pályán Tolnán. A Völgységi Együttes góljait Deli Dániel és Sütő Endre szerezték. A bronzmeccset a Kakas nyerte a Dombóvár ellen, így ők is kijutottak a Magyar Kupa főtáblájára. Több mint 200 gyerek méretette meg magát Győrén az imárom harmadszor megrendezett Ki mit tudon. Az ország egészéből érkeztek diákok, énekeltek, szavaltak, zenéltek és táncoltak is. Remek produkcióikkal igazán megnehezítették a zsűri dolgát. A Györei Ki mit tud a pandémia hozadéka, ugyanis a Covid idején fordult meg a szervezők fejében, hogy a diákoknak szüksége lenne egy olyan rendezvényre, ahol meg tudják mutatni tehetségüket. Ez lett a Ki mit tud, amelyet immáron harmadszor szerveztek meg. Kipattant a fejünkből, hogy egy Ki mit tudot fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. Öt kategóriában nevezhettek. Ének, tánc, zene és vers, valamint egyéb műsorszámmal is felléphettek. A verseny fejlődését és hírének rohamos terjedését mi sem mutatja jobban, hogy míg az elsőre 41, a mostani harmadikra már 85 produkciót hoztak el. Kollégáim azért végtelenül lelkesek. Azt gondolom, hogy ez a fajta, amikor ennyi tehetséges gyereket látunk egy nap az iskolánk területén, meg egyáltalán itt Porondon, ez mindenkiben akkora lelkesedést tölt, és hatalmas lendülettel csináljuk újból és újból, pedig egy őrült nagy munka. A rengeteg műsorszám és a magas színvonal feladta a leckét a zsűrinek is. A kedves zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már harmadik éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióról sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis Ki mit tud. A bírák arany, ezüst, bronz és kiemelt arany minősítéssel értékelték a fellépőket. Regionális híreink következnek. Új sürgősségi betegellátó a gyermekgyógyászati klinikán. Az átadó ünnepséget szerdán tartották. Nagy bevásárlás fizetés nélkül. Hátizsákban vitték a lopott termékeket az áruházból. Támogatás. Program segíti a 30 év alattiakat. €2,716 milliárd vissza nem térítendő uniós forrásból készül el a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika új sürgősségi betegellátó osztálya, melyet szerda délelőtt adtak át ünnepélyes keretek között. A most megépült osztályon és műtökben több mint 1600 négyzetméteren várja regionális és országos központként a súlyos vagy nagy kockázatú gyermeksérülteket a klinika.
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája új gyermeksürgősségi betegellátó osztálya bővült egy több mint 2,7 milliárd forintos EFO pályázatnak köszönhetően. A fejlesztés során az építkezésre mintegy 2 milliárd forintot költöttek. Az eszközbeszerzés több mint 500 millió forintba került. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Navracsics Tibor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium minisztere is. Örömteli eseménynek nevezte a pécsi beruházás átadását a miniszter. Nem csak azért, mert európai szempontból, európai színvonalon is az élvonalba tartozó klinika gyarapodik egy újabb jelentős beruházással, hanem azért is, mert ezáltal az egész Dél-Dunántúl vonzereje, életminősége javul. Az itt élők biztonságosabb, korszerűbb ellátás révén egy kicsit talán még élhetőbb környezetben tölthetik majd a hétköznapjaikat, és abban bízunk, hogy az elkövetkező időszakban az itt megvalósuló beruházások is vonzóbbak lesznek mind a munkákat keresők számára, mind pedig a befektetni akarók számára. Hiszen az a célunk, hogy ne csak pontszerű beruházások legyenek, ez az egészségügyi beruházás is nem csak önmagában azért fontos, mert egy újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Uniós forrásokat hasznosan, ha úgy tetszik, az egész Európai Unió érdekében is jól tudjuk elkölteni, hanem azért is fontos, hogy minden pécsi, minden baranyavármegyei, vagy minden dél-dunántúli érezze azt, hogy egy kicsit otthonosabbá és élhetőbbé válik a környezete. Itt nem csak sürgősségi betegellátásról, hanem annak egy speciális alcsoportjáról. A baleseti sérülést elszenvedett gyerekek traumatológiai ellátásáról van szó, mondta Decsi Tamás professzor, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója. Ez azért külön említendő szempont, mert ezeknek a betegeknek az ellátása sok esetben műtétet igényel, és a műtét után hosszabb kórházi bentartózkodást. Ezeket az igényeket figyelembe véve alakult ki ez a projekt, ami magában foglalja egy új műtőblokk létrehozását, a gyermeksebészeti osztály a betegek lefektetésére alkalmas részének teljes körű felújítását és korszerűsítését, és persze a klasszikus sürgősségi nem műtéti ellátást igénylő betegellátás is fejlődött. Az országos projekt célja, hogy hazánkban egységes és magas szintű gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti ellátási rendszer jöjjön létre. Ez a gyermeksérülésének, betegségének súlyosságához mérten a lakóhelyéhez a lehető legközelebbi, szakmai szempontból a legmagasabb szintű ellátást képes biztosítani. A megújult osztályon a legkorszerűbb műtőkben és eszközökkel látják el a régió legsúlyosabb traumatológiai gyermekbetegeit. A terület meglehetősen nagy, nagyságrendileg azt mondhatnám, hogy mindegy 1500 négyzetméter új építés és 1000 négyzetméter felújítás történt itt az épületben magában. És persze az új műtőblokk létrehozása azt is jelenti, hogy ezeket a műtőket a legkorszerűbb eszközökkel föl kellett szerelni. Én azt gondolom, hogy az ország egyik legmodernebb műtőblokkját mondhatják maguknak, magukénak gyermeksebész kollégáink. A Nevetnékék Alapítvány önkéntesei varázsolták gyermekbaráttá a megújult osztályt. Több mint 300 négyzetméternyi falfelületet festettek meg, a falakon pedig Pécs ikonikus helyszínei, kulturális értékei láthatók. Együtt éltek és együtt is mentek bűnt elkövetni. A férfi és a nő ellen a szigetvári járásügyészség vádiratot nyújtott be nemrég. Egy szigetvári üzletben követték el a lopást. Az ügyészség javaslatot tett a páros büntetésére is. Lekerülnek az áruk a polcról, majd a bolti kosár helyett a hátizsákjába pakolja azokat a férfi ezen a felvételen. Nem egyedül érkezett, női társa volt, aki szintén saját zsebbe tette, aki nem fizetett termékeket. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. Ügyirat szerint a vádlottak egy 35 éves férfi és egy 32 éves nő élettársak. Idén március 1-én kora délután kifejezett a lopási szándékkal mentek be egy szigetvári áruházba. Az üzletben a táskájukba pakoltak a különböző termékeket összesen több mint 70 ezer forint értékben, majd egy üdítőt kifizetve próbálták elhagyni az áruház területét. A biztonsági őr azonban megállította, és a biztonsági szobába kísérte őket, ahol visszaadták a lopott termékeket. A cselekmény kisebb értékre elkövetett lopás vétségének a megállapítására alkalmas. Ezzel a bűncselekménnyel, mint társtetteseket vádolja a férfit és a nőt a szigetvári járási ügyészség. A vádiratban az ügyészség a férfival szemben elzárás, a nővel szemben közérdekű munka kiszabására tett indítványt.
A vádlottakat társtettesként elkövetett a lopás vétségével vádolja az ügyészség, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A férfival szemben elzárás, a nővel szemben közérdekű munka az ügyészi indítvány. Több mint 5 milliárd forintot fordíthat Somogy vármegye a 30 év alatti nem dolgozó fiatalok támogatására. Az Ifjúsági Garancia Plus program célja, hogy tanulásra vagy munkára ösztönözze az érintett korcsoportba tartozókat. A GINOP keretében megvalósuló program részleteit szerdán ismertették. A vármegyei kormányhivatal együttműködési megállapodást írt alá oktatási intézményekkel, kamarákkal, civil és családtámogatási szervezetekkel. 2039 fiatal elhelyezkedését vagy tanulását támogatja a GINOP Ifjúsági Garancia Program Plus Somogyban. Cél a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok segítése, hogy be tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A bértámogatás mellett utazásukat és lakhatásukat is segítik. Megyei szinten több mint 5 milliárd forint áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a 15 éves betöltött, de 30. életévét még be nem töltött fiatalokat, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak. Hiába próbálunk mi a foglalkoztatási osztályaink és a főosztályon dolgozni, hogyha nincsenek együttműködő partnereink. Mi szeretnénk 2039 fiatalt a programozási időszak végéig valamilyen támogatási formában a munkaerőpiacra juttatni. A vármegyei kormányhivatal együttműködési megállapodást írt alá oktatási intézményekkel, kamarákkal, civil és családtámogatási szervezetekkel. Többek között a Mate Kaposvári kampusza is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az intézmény elsősorban képzésekkel tudná segíteni a fiatalokat. Egyre inkább a pedagógus képzés erősödik. Sokan választják a pedagógus képzésben a levelező formát, és azok, akik már régebb óta érettségiztek itt, mi nagyon sok mindenkit meg tudtunk szólítani. A felnőtt képzések között pedig vannak olyanok, mint az inszeminátor képzés, ahova gyakorlatilag alapfokú végzettséggel lehet jelentkezni, és ez szintén egy komoly lehetőség, illetve különböző felnőtt képzéseket indítunk a Móri Zsigmond szakközépiskolával közösen, ami szintén egy komoly lehetőséget jelent a fiatalok számára. A projektbe a megváltozott munkaképességűek is bekerülhetnek. A program 2027-ig fut, és országosan több mint 100 milliárd forint keretösszeg áll a résztvevők rendelkezésére. Nézzük Tolna vármegyei híreit még egyszer, röviden. Sportközéleti fórum. Cél egy egészségesebb nemzet. Beruházás. Közösségi házat adtak át Dombóváron. Visszatértek szeretett településeikre. Tolnai és mözsi elszármazottak találkozója. Ki mit tud? Színvonalas rendezvényt tartottak Győrén. Péntekre egy ciklon hideg frontja éri el hazánk térségét nyugat felől, melynek köszönhetően magas légköri labilitás és páratartalom okozta füllet, nagyrészt felhős, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárási helyzet alakul ki. Délután a nyugati ország részben átmenetileg csökkenni látszik a csapadékhajlam, előbb bújhat a nap. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!